Sziasztok, Peti vagyok, és az Avagrup média csatornát nézitek. A mai nap felhőkről fogunk beszélni. Na nem azokról a felhőkről, melyek odakint az égen úsznak, hanem olyan felhőkről, amikben adatokat tudtok tárolni, megosztani ismerőseitekkel. És mindemellett van egy üzleti ajánlatom is számotokra. Ha érdekel a téma, akkor maradjatok velünk, vágjunk bele! Bizonyára mindenkinek vannak olyan adatai a számítógépén vagy a telefonján, amit szeretne, hogyha nem veszne el. Mint például családi fényképek, videók, dokumentumok, szerződések, használatmutatók. Természetesen ezeket a dolgokat mind tárolhatjátok a számítógépeken és a telefonotokon. De mihelyt ezek az eszközök tönkre mennek, nagy valószínűséggel ezeket az adatokat mind el is veszítetek. Gondoljatok bele, mi történik akkor, hogyha az összes családi fényképeteket a telefontokon tartjátok, hisz azzal készítettétek a fényképeket, és azt a telefont ellopják, vagy összetörik. Vagy esetleg elázik. Ilyenkor válik nagyon hasznosá egy felhő birtoklása. A felhő nem más, mint egy online tárhely, ahova azonnal föltölthetitek a fényképeiteket, adataiktokat, vagy esetleg különböző dokumentumaitokat, szerződéseiteket. Egyből fölmerül a kérdés, mennyire biztonságos egy ilyen felhő. Nos, erre két válasz van. Az egyik válasz az, hogy semmilyen adatrögzítő nem tud százszázalékig biztonságos lenni. Mert ha otthon a számítógépeiteken tartjátok a dolgaitokat, azt ellopják ugyanúgy kinyerhetik belőlük az érzékeny adatokat, mint sem a felhőtökből. Ellenben, míg a számítógépnek neki tudnak állni, hekkelni, addig egy felhőn csak akkor tudnak hozzáférni a ti adataitokhoz, hogyha ismerik a jelszótokat. Ezért az első figyelmeztetés: hogyha felhőt használtok, mindenképpen kimondottan erős jelszót használjatok. Egy erős jelszó tartalmaz kis és nagybetűket, számokat, és a legjobb esetben a jelszó nem egy szótári szó, semmiféleképpen sem a ti nevetek, születési évszámotok, vagy kedvesetek kék kiskutyátok neve. De térjünk vissza az eredeti témához. Minden család, minden ember másmilyen mennyiségű adatot tart fontosnak. A legtöbb család gyermekkel valószínűleg a gyermekekről készült fényképeket, videókat tartja a legértékesebb tulajdonának. Egy üzletember, egy cég ugyanakkor több mint valószínűleg a céges adatokat, szerződéseket, különböző dokumentumokat fogja a legnagyobb értékének tekinteni. Nem megyek nagyon messze, természetesen egy programozó pedig a saját maga által kreált programokat fogja a legnagyobb becsben tartani. Sokan mondják ezen a ponton, hogy nagyon egyszerű a megoldás, kell egy merevlemez, amire rámásolok mindent, és azt elrejtem a padláson. Igen, valóban, ez egy költséghatékony megoldás ahhoz, hogy egyszer egy bekapot, egy mentés készíts minden adatodról, amit utána később a padláson elrejthetsz. Ellenben ahhoz, hogy ezt a backupot, ezt a biztonsági mentést napra készen tartsd, a Winchester-t megint csak be kell helyezni egy számítógépbe, rámásolni az azóta keletkezett adatokat, és megint elrejteni a padláson. Másrészt, hogyha ezekhez az adatokhoz hirtelen hozzá kell férned, mert mondjuk az elsődleges számítógépet tényleg tönkrement, és kellenek az összes adatok, akkor föl kell a padlásra, kell találni egy számítógépet, amivel beleteheted, és még működik, és utána férsz hozzá az adatokhoz. Egy ilyen online tárhely pontosan itt nyújt neked nagy előnyt. Az online tárhelyen, tehát a felhőben tárolt adatokat azonnal eléred, biztonságosan jelszóval védheted, és mindaddig, ameddig a felhőben a adataidat, azok biztonságban vannak. A mai világban rengeteg ingyenes és fizetős felhőszolgáltató létezik. Az egész listát nem fogom most nektek felolvasni, mert ez a videó az általam kiválasztott, szerintem legjobb szolgáltatóról fog szólni, a Dropboxról. A Dropboxnak vannak ingyenes és fizetős tárhelyei is. Az ingyenes tárhely 2 GB területet ad bárkinek, aki regisztrál a Dropbox oldalára. Ezen a 2 GB tárhelyen felül a következő szolgáltatásokat nyújtja neked a Dropbox. Egyrészt van Androidos és iPhone-os app, ami által a telefonodról azonnal el tudod érni a Dropboxodban tárolt adatokat, azonnal meg tudod őket nézni, és akár minden egyes vadonatújan készített fényképet azonnal kérdezés nélkül föl tudod tölteni a Dropbox fiókodba. Ha esetleg mégis valamit letörölnél a Dropboxodról, úgy az ingyenes fiókban 30 napod áll rendelkezésre, hogy visszavond a törlést. Ez a szolgáltatás nekem is többször mentette meg az életemet, mikor véletlenül adatokat töröltem a számítógépről, de hisz mivel én Dropbox mappába dolgozok nap mint nap, ezért mihelyt észrevettem, hogy valamit véletlenül töröltem le, a törlést azonnal vissza tudtam hívni, és rendelkezésemre állt minden adat, amit véletlenül letöröltem. De mi van akkor, hogyha ez a két nyi adat mégsem lenne elég? A Dropboxnak vannak egyéni és céges fizetős csomagjai. Most nézzük meg, hogy miben különböznek ezek a csomagok egymástól. A következő két honlapnak a linkjét be fogom másolni ennek a videónak a leírásában, hogy ti is meggyőzőszeresetek róla, és nyugodtan végigolvashassátok. Ha Chrome böngészőt használtok, akkor le is tudjátok fordítani ezeket a honlapokat magyarra. Először is nézzük meg az egyéni, tehát a nem céges lehetőségeket. Az első oszlopban található az ingyenes 2 GB-os tárhely, mellett található az 1 TB-os fizetős tárhely, mely 9,99 euróba kerül, plusz áfa, mely 19%. Ha Dropbox Plus-t használsz, akkor minden adatod, ami a Dropbox felhődben van, azt le tudod menteni a telefonodra, hogy offline, tehát internet nélkül is elérhetők legyenek, míg a basic csomagban ez nem lehetséges. Amennyiben Dropbox plusz csomagot használsz, arra is módod van, hogy az ellopott telefonról vagy laptopról távolról letörölhess minden érzékeny adatot, amit a Dropboxodban tárolsz. 20 euróért plusz a 19% áfáért lehet Dropbox Professional csomagod, ami mindig egy egyéni, tehát nem üzleti csomag, ami viszont azt teszi neked lehetővé, hogy egyrészt 2 terabájt adatot tölthetsz fel a felhőben, és rendelkezhetsz Smart Sync szolgáltatással. A Smart Sync azt teszi lehetővé, hogyha valamit föltöltesz a felhődben, utána kiválaszthatod azt, hogy az az adat csak a felhőben legyen elérhető, a számítógépeden ugyan látsz minden könyvtárat és fájt, de azok valójában nem foglalnak helyet a gépeden. Tehát nézzük meg, hogy hogy működik ez a Smart Sync, tehát az okos szinkronizáció, ha itt vagyunk például az én Dropbox mappámba a képek között, és látszik, hogy ez a mappa, a 2013-as fotók, ezek a számítógépen nem foglalnak el semennyi helyet, tehát lemezről lett nulla. Valójában 866 megabyte és 476 fájról van szó. Mégis, hogyha belemegyek a mappába, akkor minden fájt látok, sőt, még meg is jelennek a miniatűrök, és hogyha egy képnézegető szoftverrel mondjuk bele akarok nézni, akkor simán tudok egy gomnyomással lapozni a fájlok között, mintha csak ott lennének a számítógépen. És ugyanúgy működik a telefonon. Tehát itt vagyok a képek mappába, rámegyek a 2013-as képekre, ezek a képek sincsenek rajta a telefonon, mégis tudok köztük keresni, bármelyikre rákattintok, akkor tudok a fotók között azonnal várakozás nélkül keresni. Ez a szolgáltatás akkor nagyon hasznos, ha például egy tablettet használsz, amiben mondjuk van 64 vagy 128 gigabájtnyi belső memória, és ezt a két terabájtos adathalmazt nem tudod rámásolni a tabletre, hisz nincsen rajta elég hely, és még dolgoznod is kell vele. Ilyenkor látod az összes adatot, ami fönn van a felhőben, bármikor meg tudod azokat nyitni, de csak online, tehát az interneten keresztül, és a tabletedről nem foglal helyet. Említettem, hogy a Dropboxnak vannak üzleti csomagjai is. Az üzleti csomagok tulajdonosainak meg kell fizetniük három felhasználó költségeit. A standard üzleti csomag előfizetők felhasználónként 3 terabájt adattárhelyel gazdálkodhatnak. Ez számukra havi 12 euróba kerül, plusz 19 áfa, szor 3, hisz ha csak egyedül is használja, mégis három felhasználó költségét ki kell, hogy fizesse. Ellenben az üzleti felhasználók nagyon sok előnyel is rendelkeznek. Az első és legfontosabb a biztonság terén, hogy minden adat kapcsolat a számítógép és a Dropbox szervei között egy titkosított alagúton keresztül történik, tehát nem tudják ellopni adataidat akkor sem, amikor a számítógéped és a szerver között kommunikáció zajlik. Másrészt üzleti felhasználóknak 120 napjuk van arra, hogy visszahívjanak egy tévesen törölt adatot. A Dropbox következő üzleti csomagja az Advanced korlátlan tárhelyet biztosít minden felhasználó számára. Ez a csomag 18 euróba kerül felhasználónként, plusz 19% áfa. Ha ezt kiszámoljátok, és egy korlátlan online tárhelyet szeretnétek használni, hozzáteszem, teszteltem, jelenleg 8 terabátnyi adat van fönt csak az én adataim a felhőben, és probléma nélkül működik. Tehát, hogyha kiszámoljátok, ha egy ember szeretne korlátlan mennyiségű tárhelyet használni a Dropbox rendszerén keresztül, a számára körülbelül 65 euróba kerül. Hogy jön ez ki? 3 x 18 plusz a 19 áfa. És mint mondtam, van számotokra egy üzleti ajánlatom. Bárki aki Patreonon legalább 30 euróval támogat engem, az kap tőlem cserébe egy végtelen méretű Dropbox tárhelyet, véve az Ava Group média csoportban, és élvezheti az üzleti Dropbox fiók minden előnyét. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi látjuk egymás adatait, hanem lesz egy saját privát Dropbox fiókod, aminek korlátlan a tárhelye, én nem látok bele a te adataidba, te nem látsz bele az én adataimba. De mi van akkor, hogyha neked már van Dropbox fiókod, vagy akár előfizetsz a 9,99 euró plusz áfába kerülő személyes egyterás Dropbox csomagra? Egyáltalán nem probléma. Azután, hogy befizetted a 30 eurót az első havi díjat, én hozzáadlak az Ava Group Media Dropbox csoporthoz, minden adatod megmarad, minden eddigi megosztásod, minden beállításod ugyanúgy lesz, mint ahogy eddig, csupán annyi változik, hogy végtelen tárhelyen rendelkezel mostantól, illetve a 120 napos törlés visszahívás lehetőséggel és a Smart SmartSync szolgáltatással. Tehát itt a lehetőség, Támogassátok a csatornát, havi 30 euróval és cserébe kaptok egy ingyenes, végtelen méretű Dropbox tárhelyet. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Szevasztok!